Elindult a 4,9 km hosszúságú Füzesabony-Szihalom kerékpárút építése, mely az év elején 45,5 millió forint plusz támogatást kapott a kormánytól a kivitelezésre. Elkezdődött a beruházás a Szihalmi út végén található vasúti átjárótól. Itt az előépítmény munkálatokat végzik, és jelenleg már a Sóderbánya mellett tartanak. Nehezíti ezt a nem kedvező időjárás, igen, sok a csapadék. Emellett jövő héten megkezdik a csapadék vízelvezetésre szolgáló árkok kiépítését, és haladnak a Rimapatakig. A Rimapatakra tervezett híd megépítése lesz az utolsó eleme a kerékpárút kivitelezésének. Most csak a híd ráhajtását építik meg. A teljes kerékpárút várhatóan a nyárra készül el.